Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac Rebirth sorozatom következő része. Múltkor megcsináltuk a Mom Heart Kill-t, még egyszer. Nem bírja azon fogalmaznom, de tök mindegy, a lényeg ugyanaz. Megöltük a Mom's Heart-ot. Ami azt jelenti, hogy megint van egy Eden tokenem. Hát használjuk is el. Hát hogy a francban, de persze, Edennel bármikor. Hát ha jól járok. Na az mi a retek? Kis szarfejű. Jó, az a skatole, azt tudom mi. Akkor nem fognak bántani a legyek, hát az jól fog jönni. És mi a retek ez a képesség, ami van neki? Én meg három kék szív. Hú, de döbbenet lassú ez. Oh. Aha, akkor ez nagy szopás lesz, ahogy nézem, mert csak az ereje nagyobb egyel, mint az átlag. Oh. Egy pokszvecske se tudok hívni mindig. Na, az viszont zsír. Legyek nem sebeznek, ugye? Hát elvileg most nem sebeznek, a feketék talán alapból sem. Ezt összekevertem régen is, állítólag valahogy másképpen van. Talán a fekete is sebez, csak nem mozdul rád. Na, az megint mi? Best Bud, Swan Protector. Na, az így elég ironikus a skatola mellé. Passzolnak. Akkor most azt hiszem ez... Ja. Ah, franc. Ezt gondoltam, hogy ez fog történni. Igen, na ez még viszont a legalja, hogy ezt is elfelejtettem lecsekkolni. Nem tudom, hogy ezt is benéztem. Ja. Ja, egyébként elfelejtem itt a szit, ha valakit érdekelne, és ha esetleg jó meccs lesz belőle. Nem minden egyébként be lehet tölteni, de hát... Ja, igen, oké, jó. Ez ilyen speciális champion. Viszont ez a puklehívós ability, ez tök jó. Gyakorlatilag most a The Host nevű kihívást csinálom egy sokkal-sokkal szerencsétlenebb formában. Hát most nem szerencsétlen egyébként, tehát ilyen lassú, dögtetű lassú. Oké, igen, ez most megint csúnya volt. Full az még megmenthet akkor majd talán. Ja, ez a Storm Protector nem valami hasznos képesség másfél kék szív esetén, mert most értitek. Elfogy, akkor jobban szívok, mint hogyha egyszer előjön egy szobába a Storm Protector. Mert most megint közel volt például a kokányért. Hashtag napinot 32. Tudom, hogy hiányoltátok már. És ott van már két pókom. Mentségem ne szóljon. Aj, nem mondom, most beakadt a játék a hashtag napinot 32-től. Ne idegesítetek már. Oké, okay, Legendert meg kell csinálni sérülés nélkül. Tehát az tényleg egy nagyon minimum másfél kék szívvel. Valami szaros képesség se általános, ha már tényleg itt a... Ott van a nagy kulakupac a fején sapkagyanánt. Ha már ilyen fosadék módon állok. Főleg, hogyha már... Ráadásul főleg, hogyha itt ugye van a Larry Junior, aki köködi a szart. Nem köködi, hanem fossa. Tehát az megint egy nagyon-nagyon beteg elbaszott horror lenne, ahol köködi a szart és nem fossa. És nagyon gusztusos vagyok, ez már a harmadik csúcspontom majd a YouTube videózás történetében, amit itt produkálok. Belefér. HP up. Na, az a legkevesebb te szemétláda. Az a legkevesebb. Meg a három pauk. Na, most azért nem megyek vissza olyan messzire. Nem. Hol Buzuki hangja szól. Hát azt kell mondjam, ez fájdalmasan lassú volt. Érzékelhetően fájdalmasan lassú volt, lassabb volt az előzőnél. Nem kell mindig az előző meccsekre hivatkozni, mert valaki nem egyben nézi. Meg végül is a Binding of Isaac sorozatnak nem egyben nézhetőnek kéne lennie, hanem külön részenként nézhetőnek, hát az igyekszik az ember. Azt szerintem nagyjából mindig helytálló lesz, hogy béna vagyok a játékban. Meg hogy szabad a játék. Az a kettő az mindig fel fog állni. Úgyhogy azt tök néhány időn keresztül mondogatom, ugyanilyen pontos akkurátus lesz mindig. Ennyi pénzre viszont boltba is kéne menni. Oh, franc. Hoppá, de kaptam egy piros stílet. Na, azt melyik kell? Melyik képességnek köszönhetem azt? Oh. És azt a mákot, hogy ez a kettő nem az arcomba robbant? Mi az, azért elég valószínű lett volna. Ó, és még egy dime. Hát akkor persze, hogy menjek a boltba. Hát ez a kettő pofámba robban, akkor talán meg is halok, mert egyenként sebeznek egyet, ami simán elképzelhető, mert robbantás egyrészt, másrészt mert championok. Akkor itt én egyből meghalok. És akkor elmondhatnám, hogy 4,5 percig sem volt meg az Eden token.
Ami egy rettentő gyász szituáció lenne. Vagy azt az elektromos megsérülnek. Tehát értetek, itt körbe-körbe kell csak menni. Oké. Okay. Oh, luck up. Hát az a legkevesebb, igen, de az se látszik. Elvileg akkor a számokon. Bossz, az emberek még oda menni, mert hát ha valami hasznos képesset abban, ami megkönnyíti a játékot, és akkor nem akarok is szopni vele. Ó, na tessék, azt megint hogy nem néztem be, az jó kérdés. Azt a robbanást. Valahogy mégis megsérültem, mondjuk. Na, akkor az katola hogyan működik, teszteljük le. Ó, így, oké, a feketék nem sebeznek, meg talán a pirosan ülőkok sem. A lövedékes viszont igen, hát valószínűleg. Vagy lehet, hogy nem köpköd? Az elég jutányos. Elég jutányos feature lenne a skatoléhez. Így nem így kell mondani, hogy így fogom. Tears down, na ne szórakozz már! Nem, az nem köpködött gyakorlatilag, gyerekek. Kész, imádnak a legyek, nagyszerű. A legyek ura az új értelmet nyer. Ugye volt ilyen challenge-iségen. Eléggé, hogy mondjam, jó használható név az ezekhez a szituációkhoz. Az egy konverter, jól látom. Akkor hiába jöttem be, de valahol szereztem még egy kulcsot viszont. Konvertert azt nem viszem magammal. Adakozni meg, nem tudom. Á, nem, most nem. Nem, miért nem most, ha tényleg ki kéne vinni ezt a szart, nem akarok itt szórakozni. Minden pénzemet arra fogom használni, hogy vegyek valamit a boltban. Hasznos képességet. Ott egy megjelölt kő. Az se árt, ugye? Ah, igen, megint értelmes kommentárt nyomok, bocsánat, tényleg csak koncentrál az ember. Most egyik ilyen csizanyon beszéltél el megint, nem biztos lesz. Ó, ezt a képességet láttam régen. Best friend. Ja, ez, aha. Oké, kösz, akkor mondok a pókoknál. Egy pókokkal teli doboz, nagyszerű. Hát a koncepciót nem értem, hogy miért lenne egyáltalán Isaac lakásabban egy doboz pokokkal tele játék, vagy valami. Oh, Dingle, a hűn szeretett, utált Dingle. Aki most meg is kapja magáit. Hát egy bombával meg, ami még akad. Egyébként az az alkoholis képesség, amit egyébként én benéztem, mert az alkoholi az ugye bélbaktérium, nem pedig káros, hogy az alkoholi képesség az azt is csinálja, hogy a miniatűrszer emberkék nem támadnak meg? Vagy nem seveznek meg? A más katolének van ilyen, akkor kéne a pókokra is egy ilyen, meg a szaremberekre. Amint, hogy itt ezekre a kis miniatűrszarmenekre. Ha már a nagy, sokat emlegetett szuperhős társadalma fajaszóba kerül. Ó, 9 élet? Nem, bocs, nem. Vagy várj, de. De amúgy csak egy szívem van. Ja, tessék, megtartottam a kék színét, akkor teljesen megéri a 9-et, teljesen korrekt. Nem, az a baj, hogy egyszer nagyon megszívtam vele korábban. Katakom, ne csináld már! Jó, mindegy. Legalább itt tudok kicsit trollkodni. Ó, pénz, és kulcsok, nagyszerű, és menekülök is vissza. Ennyi, ennyit értek. Jaj, ne, igen, tudtam. Tudtam, hogy milyen kis buzisávot fog kapni. Vízköpők és ez mennyit ez a... Áááá, fúj! Undorító, legundorítóbb ellenfelek a játékban, esküszöm. Nem esküszöm, hanem talán. Még az Front Protector sem tud mit csinálni vele. És az a champion. Sötétzöld. A pofám borobban nem tudom mit csinálok. Azért gondoljuttam, mert rettentő lassú, és ez robbant, igen, tehát ez a pofám is robbanatott volna, hát az szép. Ó, jaj, na a másik. Ott van egy champion is ráadásul, még egész gyors. Oké, akkor gyertek ide szépen legalább valahogy így, ahogy úgy. Ezeket egyébként egész könnyű elintézni, nem arról van szó, csak szabadban nem lehet önteni, mennyire veszélyesek. Döbbeltesen veszélyesek. Az ugye robbant, és még köpköd is maga után egy csíkot. Jaj, majdnem beszorultam, júj!
És ráadásul elvileg a játék még nehezebb lett, tehát lehet félni, azt hiszem. A full health. Na az nem most kellett volna, de... Egy rosszabb. Na az megint mi? Oh, Wizard. Vagyis Wizard! Wizard, 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 Wizard. Tudom, hogy Wizardnek kell mondani. Bocsánatot kérek. Na ez megint überszopás lesz. Hajjaj! Te csak itt mondani, hogy hajjaj. Elhatartam. Erre tényleg megint csak annyit tudok mondani, hogy hajjaj. Oké. Okay. Mondjuk azért három ilyen geci ellen mondjuk mindenképpen határozottan könnyebb. És már négy pókon van. Amíg eddig tartottak. Az szép. De nem baj, legalább tudok ilyeneket lehívni, ennek örülök mindenképpen. Nagyon szeretem őket, mert meglepően hasznosak. Izgágábbak, fülgébbek gyorsabbak, mint a legyek. De ugyanúgy van saját mentalitásuk, tehát rámennek az ellenfélre. Jaj, köszönöm, igen. Utálom te őket a komoszat, kezdem tényleg megbühelni, pedig eddig azt mondtam, hogy hát talán megcsinálható, de ez ugyanolyan szapatos szar nehéz, mint a Breath of the Land-ben volt. Pedig már ott se volt piskoltak. Ott is már teletönték kabzsi fejekkel. Meg azokkal a... Azokkal a szétnyíló hasúakkal csak, amíg félretlőnek ki, tudjátok. Jó, most nem, a Pride-ot is megkapom, köszönöm. Tényleg te hiányoztam, hogy csak a repertoárból, te szar. Tök szépen néz ki egyébként, amikor ezek a villámi ilyen fényefektet csinálnak, szóval... Ilyen szempontból, meg egyébként bármilyen szempontból tényleg megérte felturbózni mi fényefektekkel a Binding of Isaac-et. Szóval valaha mondtam korábban, hogy túl sok dolog maradt ugyanaz, akkor azért hozzátenném, hogy a fényefekteket semmiképpen nem sajnálom ki a játékból. Oké. Okay. Egyszer annyira félek, hogy ez el fog találni az egyik ilyen kis köcsög. Ó, egy trinket. Mindig elfelejtem, mi a fanc az algautruf, aztán most jöttem rá, most jövök rá, megint újra felfedezem, hogy ez egy leszakadt kecskeláb. Pata. Amilyen patás állatnak a patája. Jó, nagyszerű Q-bonok. Meg az az izéphúzó ellenfél, köszönöm. Igen, átok van szükségem most tényleg, de legalább egymás mellett van a shop és az item room. Szerintem akkor regenerálnám is magam gyorsan. Így. Hát valami szerencsés dolog történik velem. Ó, rúzsafüzér, nagyszerű. Hát most tényleg jó. Jaj, hogy hármat kaptam? Azt hiszem csak kettőt fogok. Mindig elfelejtem, keverem már a szezont a fazonnal. Ó, és egy battery, nagyszerű. Nem, az egy 9 voltos. Kész, gyorsabb charger-t tesz lehetővé, nagyszerű. Ezt nem akkor felhívszem 60-ig, csak hogy a poén kedvéért. Annyi még van. Nem csinál semmit, akkor is házig kell, gondolom. Nem baj, én most nem odakozok, nem mondom, meg kell csinálni normálisan időnnel végre egyszer a játékot. Azt kell mondjam, hogy most ez nagyon-nagyon javomra vált. Csak ha innen meg... Á, nem. Mégis az a jó ebben, hogy elvileg most több kékszer fog kapni. És az akkor is olyan, hogyha most nagy isten meghalok és egyel kevesebb életem lesz. És úgy kell folytatnom, hogy megint egy szívről. Na, vágás. Ja, egyébként itt a seed, mielőtt elfelejtem. Megint. Vagy mutattam már ma? Biztos. Na, de halau. Az... Jó. Csak most majdnem belefutottam megint, egy elég öngyilkos futást csináltam. Szerintem mire ezt a videót kirakom, nem láttam, bár a kommenteket nem láttam egy csomó videóra még, de szerintem meg fogjátok írni, hogy fölöslegesen csinálok öngyilkos húzásokat, amiben gyakran bele is sérülök, és ebbe bele is bukok nem kevésszer. Úgyhogy, ja, meg fogom megkapni magam itt azért, hogy olyan bénán játszok, mint a retek szar. Itt a Hallout játéktechnikai szempontból imádom, mert... Tehát ezt az ellenfelet. Imádom játéktechnikai szempontból, mert megnehezíti a játékot, de csak éppen hogy. Tehát nagyjából ugyanaz még mindig, mint a Larry Junior, de annyi van még éppen nehezebb, hogy azért meg kelljen szembenned küzdened vele. Ennek pedig az oka ugye, hogy valamikor 30, valamikor pedig 60 fokos tökben pattannak vissza.
Nem mondod, hogy még egy katakombot megkaptam? Menjetem már a búzsba! Ez a képesség az egyébként az lenne a teljesen tökéletes kombináció, hogyha ha megkapnám most azt a kondenzátort, úgy fogom hívni, mert nem elem, hanem kondenzátor, amelyik segítségével ugye hát most erre koncentrálok, igen, és meg is úsztam sérülés nélkül. Szóval azt a képességet akarom felszedni, amelyiknek köszönhetően ott megjött kő. Csak hogy a faszba jutok oda be? Lássaj, de azért próbált megér. Ja, oké, nem láttam ott, hogy ez így is működhet. Kreatív egy szoba, tetszik. Nagyon tetszik, hogy ezt megcsinálták, jó. Szóval van az a képesség, amelyik azt tudja. Hú, ez szopatos, a rohadt édesanyátokat. Csesznétek teherbe valamelyiket. A két pofajta meg az anyukátok közül, tök mindegymelyiket, akár ebben a so... Tessék, meg is sérültem, látjátok? De legalább egész gyakran kapok pókicát. Ha pedig tudnám a képességemet úgy használni, hogy eltárolódna a chargeolás, azt csináljuk, hogy ezáltal eltárolja, hogyha ezek az itemek, használható itemek chargeolódnak, de nem voltak használva. Nem megy kárba a szobában szerzett charge. Ezt már kaptam is meg videóba, ezt a képességet. A Joker, hát hogy a francban ne? Oké, azt kell mondjam, hogy ez mindenképp megéri. Egyetlen szív. És most kell minden ilyen apró segítség. Erre is annyira apró ráadásul. Miuk. Egyébként gyönyörűen néz neki. Azt hiszem ez pont olyan, amit mondtam korábban, hogy akartam volna látni a Binding of Isaacben, hogy ki van vágva a szemük, de van egy harmadik. Nem? Lehet, hogy lehetségeségeként az a csak egy vágás a szemük helyén. Ettől pedig epikusabban néznek ki, azért határozottan. Jó, természetesen az fölösleges mondani, hogy a nagy szobákat azokat lehetőleg kerülöm. Katakombban már szívtam eleget velük, hogy tudjam, hogy nem mindig tanácsos azokba belemenni. De ha muszáj lesz, akkor muszáj lesz. Hát legalább a item roomhoz nem kő, shophoz még kölhet. És azért nem arra, hogy adok 24 centet, nem fogom kihagyni. 29-el, pardon. Az melyik? Ja, a Magic Finger. Aha, jó, ez is jó, de nem. Nem, köszönöm. Tetszik az ajánlat egyébként, de maradnék most a pókoknál. Határozottan többre megyek most a póktestvérekkel. Spider Bro. Most egyébként PewDiePie mentesen mondom ezt, mert van a Redditen egy ilyen rovat, hogy Spider Bro. Ah, tudtam, hogy miért fog kapni, egyébként biztos lehettem volna benne. Ah, Mari, miért cseszelte ki magaddal? A játék miért csesz ki veled? Na, az a nehezebb kérdés. De legalább a csíkom most besekít. Na, látjátok, ez megért egy szívet. Ez megért egy szívet, hogy exporoljak legalább hármat vele. Hát most komolyan egy ilyen helyiségben esporolnék meg vele hármat. Hát azért nem csak egy hasonlítés szerint mondom, de szerintem egy olyan 15-20%-kal mindenképpen meggyorsítja ezt a szobát kitisztítását. Ennek a szobának a megtisztítását, úgy. Azt hogy? Középen mentem át, te undorító szar! Hogy a francba sérültem ott meg? Direkt középre mentem! Ahol a legmagasabban száll a könyv, hogy ne sérüljek meg bele. És mégis. És mi átadom fölösleges is volt, mert csak az áldozati helyiség van itt. Amire egyszerűen nem vagyok kíváncsi. Hogy tényleg ez milyen nagy a súzás volt. Most lehetett ki a videóbírók. Ott én tényleg középen mentem át, nem? Ha ti, mint videóbíró, megmondjátok, hogy nem így volt. Na végre legalább ez normális volt. Szóval ti, mint videóbírók, nem mondjátok, hogy nem így volt, nem középen mentem át, akkor készségesen elismerem, hogy az én kell anyukámat, és most hiába akadtam ki, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy én középen mentem. És az pedig több is valószínű legalábbis szerintem, hogy ezek a vízköpő szobrok, ezek fix magasságban lövik fel a könnyeket, nem fog előbb becsapódni. Nem értem ebbe, hogy mehettem bele. Ha nagy isten jobbra-balra belemozdultam, akkor viszont hát nem tudom. Nem elfogadnám az irányításod, de az egy 10-es skálán elég masszívan szánalmas lenne. Egy 10-es skálán egy 7-es, 8-as pontot megérne szánalmasságból.
Úgyhogy mondom azt, hogy akkor viszont szintén bocsánatot kérek. Na, az megint mi? Ah, nagyszerű. Kezdő kártya pakli. Egy extra hely. Two of diamonds? Hogy a viharban át? Ja, még a bomba előtt kellett volna. Most már mindegy. És egy pretty fly. Oké, hát én részemre most adakoznék még. Majd ha kabzsi felbukkan, akkor majd lehetőség meg lesz rá. És akkor most aztán már láttuk a boss helyiséget, nem? Hogy ott még nem tartunk, nem adunk annyira előre? Azt kell mondjam viszont, hogy most tényleg beleéltem magam a játékba, és tudok beszélni is elég sokat, de... mert még nem értünk oda. Szóval nem tudom. Nem tudom, hogy így jobb a kommentálni, mintha beszélek fasságokról is. Idézőjebben fasságokról. És azért javíthatatlan vagyok, tehát maradok azért egy arcade roomon keresztül megyek, hát ha jövedelmező lesz. Tessék, egy dime. Ennyi, vissza is nyertem a pénzemet. Egyébként is, hogy látom, van itt még szíveskék, kihasználom a lehetőséget. Igen, mondjuk, ja, ez már majdnem a csövezés kategória. Ennyit rohangálok azért, hogy kis pénzt tudjak szerezni. Mert tényleg akarok dobni a donation gépbe is. De nem akarom, hogy 15-nél kevesebb szívvel menjek a következő pályára. Most azért gondolkodtam el, mert lehet, hogy sőt biztos, hogy valamikor be fogom kapni itt a gridet egyik shopban. De azért is szerzek pénzt. És akkor, oppá, itt van, nem. Nem ennyire mászok el, meg egyébként se akarok kiszarozni annyira, nagyon bele. Szóval a gridnél így is úgyis több pénzt fog szerezni, mert meg nem fogok halni, tehát azt nem, nincs az a jó Isten. Akkor én most egyhuzamban megcsinálok még egy mumpkit és még egy, tehát hogy mondjam. Ha most nekem grid fog kinyírni a shopban, akkor én most még a videófelvételben. Az egy szép double, hát nem double kill volt, de dupla, kettős találat. Szóval ha most megtörténik tényleg az, hogy a shopban egy grid csapda meg fog engem ölni. Ha super grid, akkor is. Akkor meg fogom csinálni azt, hogy még a videóban, pedig már 22 percnél tartunk a videóban, addig fogok rögzíteni, amilyen csalak egy Mumhard killt, hogy szerezek egy Eden tokent, és akkor Eden nem megint elkezdem újra. Mert nem hagyom magamat megöletni egy szaros csapda miatt. Egy ilyen szánalmas csapda miatt. Az mi? Oh. Tehát az ott egy világító koponya, de csak dísz. Pedig most kinéztem volna, hogy a koponyára rámegyek és valami easter egget aktivál. Simán kinéztem volna. Blackmail mekkora troll, tehát nem pedig kinyír. Na jó, az túl köcsög lett volna. Igen, tehát főleg amikor egyet nagy idő tokened van, ugye? Igen. Ó, oh, na te kis köcsög, most nem fogsz megszivatni. Vigyázok. Persze lehet, hogy nem mozdultam bele. De fenntartottam magamnak a lehetőséget. A világkártya pedig most nagyon jól élt. Arra mi? Ó, oh. Egy egyszer kettes, nem. Egy két, az kétszer egyes, bocs. A kétszer egyes, meg egy kétszer kettes szoba, oké. Okay. Egyik rosszabb lehetőség, mint a másik. Úgyhogy, ja. És most viszont egyelőre talált az a champion, mert én is csikot húztam ugyanúgy, mint ő. Másrészt pedig, ha megnéztétek egyébként a skinje, tehát a külseje, az ugyanolyan, mint a sloté, a resté. De mellé még ráadásul zöld is volt, és húzt is a csikot. Éppen, mint slot. Tényleg, amikor egy sima ellenfél championjának megkapott slotot gyakorlatilag, majdhogy nem, csak a félreköpő képessége hiányzott. Na szóval az azért elég durva. Ilyenek jelzik azt, hogy mennyire durva is valójában a depth. Ó, oh, az szép. De nem viszem magammal, majd csak a tiszta pálya. Oké, okay, item room. Aztán talán majd megölöm azt a halálos bűnt is, mert nem lehet annyira vészes. Nem tetszik, hogy annyira vészes legyen. Ó, oh, Mega? Mr. Mega? Nem, Mr. Boom? Ja, nem, oké, akkor azt nem. Na, megint csak használható itemeket kapok, így nem lehet építeni egy normális játék stratégiára, hogyha mindig váltottam az itemjeimet. Itemrom pedig talán nem is léteznének. Vagyis de léteznek, mert hatás látszik, de csak annyi, hogy egy kulcsot elpazarlok rájuk. Mondjuk, ahogy látjátok, azért nincs gond ezeknek a beszerzésével, csak
Na, ez megint kicsit necces lesz, de azt mondom, hogy megoldom. Hát nem sírlés nélkül, de nem ígértem ilyet. Á, igen, mondjuk el nem készültem fel. Az csak egy félszív sérülés volt, ugye? Ja. Na most igazából fogjátok fel, ugye most feláldoztam igazából egy pár félszívet, félkék szívet, annak érdekében, hogy gyorsabban végezzek. Hát azért a vom nem lesz meg fél órán belül, de most nem is akarom. Édennel a haladás a lényeg. Azért basszus, tényleg azért az beszédes, hogy Breath of the Land szériában csináltam még egy órás, több mint egy órás hosszúságú meccseket is itt meg. Ahol nem kaptam meg. Hála Jóistennek, viszont csak egy Moms Coin Purse-t kaptam. Ja, de mi a fasz? Az milyen kártyák volt? Wow. Na jó, oké, ezt mondjátok el, ezt melyik képesre csináltam, mert fingom sincs. A Starter Deck csinálta? Én arra szavaznék, tehát a többi nem sokat csinál vele. Nem. Talán, nem, ezt most vettem fel. Nagyon talán. Ez is nagyon-nagyon talán. Ez elvileg ez. Akkor nem. Ez meg biztos. Tehát csak el tudom ráfogni. Meg erre, hogy most ez úgy döntött, hogy akkor kártyákat fog adni, hát nem tudom. Two of Diamonds. Hogy a faszban, ne 40? Egyszerű. A zsír. Hierofant. Most csak egy szívet adott, jól láttam? Nagyon remélem, hogy rosszul láttam. A császárnő, az igazság. Ó, nagyszerű. Tökéletes. Azt kell mondjam, most megint úgy állok egyébként hozzá, mint... Hová álltok? Most tudom felvinni 100-ra, hát akkor felviszem, ha nem ragad be. Szóval azt kell mondjam, most megint úgy vagyok, mint előző édenveresédnél, hogyha most vesztek is, de nem fogom annyira nagyon bánni, mert egész szépen, egész sokáig elvittem. Úgyhogy most azért is odakozok most annyit, hogy ezzel mutassam ki hálámat, hogy egy egész jó meccset tudtam vívni édennel. Ennyi. Oké, nem baj. Akkor azt hiszem talán a meccs hátralévő részében nem fogom tudni fejleszteni. Viszont magamban még tudok. És egyébként elég sanszos, hogy akkor az utolsó, a Desk 2-ben az utolsó pályán, ahol van még shop, ott a shopba, ott fog rám várni grid. Meglátjuk. Azt mondom, most csak így felvágásképpen neki megyek ott annak a halálos bűnnek. A legrosszabb úgyis csak egy Super MB lehet. Vagy egy Ultra Pride. És csak egy sima Last. Akivel vannak pókjaim, meg egyébként valamennyi erőm is. Ja, ennyi. Hármas erőm vagyok. És az mi volt? Két Empress kártyám van, jól látom? Na. Akkor látod volna az egyik az Emperor. Az most tényleg jól jönne, egészségemre válna. Ja, és mielőtt elfelejtem. Akkor most végigrontunk a többi részén. A pályának. Fél szíveket, aztán meg az egy egész szíveket átalakítom. Pénzé. Hát itt csak egy szíveket vannak, ha jól látom. Ugyanonnantól már a kék szívekből vennél le, azt pedig nem akarom. Azt az eléggé magamra venném. Elég pazarlás, ezt tudom, de hát... Ha most csak így megy, akkor csak így megy. Ott vissza is kaptam egyet, gyerekek, gyönyörű. Ott még egyet. Ja, az már levitte a izéből. Jó. Hó, mi a fasz? Meghekeltem a játékot? Ó, na azért. Akkor csak túl szerencsés voltam. Már majdnem pofátlanul szerencsés, tudom. Ennyi, akkor eddig tartott a gyereknap, de azért azt mondom, hogy azért megérte. Ez király volt, egymásnál háromszor kaptam szíveket a vérvételből. Értitek? A vérvételből kaptam életerőt. Na ez a Perpetuum mobile. Ez az. Vagy nem is tudom, milyen szóval éljek ezzel kapcsolatban. És két Pretty Fly-on van. Ó, nagyszerű. Már valamilyen szinten talán már hatni is fog. Működni is fog, úgy értem. Hát úgy értem, hogy hasznát is veszem. Zsír. Hát igen, mondom, már fél óránból nem lesz meg a bomb, de... Ó, három, na. Ja, hogy hármas szerencsé? Aha, jó. Na, ideje volt. Szeretem egyébként olyan játékokban, ahol lehet a szerencsén állítani, vagy lehet statisztikailag, vagy legalábbis érzékelhető módon befolyásolni a szerencsét. Mindig is érdekelt, hogy mivel jár a
Nagy szerencse, Noclast át is veszük szépen. Szóval Fallout 3-ban is például alapból így kezdtem el szerintem a játékot, hogy azonnal maxra csültem a szerencsét. Ott aztán nem látszott meg annyira, bár egyébként lehetséges. Ott a lövéseknél nem kicsit számít. Még főleg a célzott lövéseknél, ahol százalékos esély van. Azért pofátlanul jó rendszer egyébként, imádtam azzal szórakozni mindig. Direkt az ilyen kis óriás csótányokat is mindig becéloztam. Mert élmény volt szétlőni a fejüket. Mondjuk azon meg visítottam is, amikor ilyen vegyi sebzést, vagy bármilyen speciális bónus sebzést nyújtó fegyverem volt, például az energiafegyverek, vagy akármi. Imádtam azzal baszakodni, hogy ott a fejre céloztam bárminek, és akkor azonnal elhamvadt. Nem az, hogy leszakadt a feje, vagy elpárolgott a feje, hanem a teste elpárolgott, hamuvá lettek, még az óriás mutáns orgecik is. Még csak folyan egynél vagyunk. Ó, akkor ez tényleg lassú lesz. Bocs, elfelejtettem, én vagyok a bamba. De amikor tényleg visítottam a Fallout 3-ba a energiafegyverek meg vagy fegyverek kapcsán, hogy az enklávi katonát belőttem ezzel, és elpárolgott páncélostul. Értetek? Az enklávé katona, amelyiknek a páncélja nagyobb, mint ő maga. És most nagyon balfaszkodtam, de megint balfaszkodtam, de a Fallen azt mondom, hogy megéri. Vagyis, hogy nem lesz nagyon nagy szívás belőle. Ha mégis, akkor nyugodtan szóljatok le. Ah, gupi feje. Versus a Box of Spiders. Hát azt mondom inkább ezt, mert ez gyakorlatilag... Nem tudom, hogy is volt. Most a chargerás növekedett. Tehát azt jelenti, egyszer használom, akkor ugye azonnal egyre töltődik. És akkor... Ja. Ha most még egyszer megtisztítok egy szobát, akkor hogyan lesz? Ah, mindegy, matekben bele vagyok zavarodva. Másfél. Két szobánként képesnek lennem háromszor aktiválni. Ezt pedig fel nem veszem, az biztos. Hát azt mondom, nem tudom. Legyek vagy pókok? Nagyon-nagyon jó kérdés. Azt mondom, inkább a legyek. Legyen most a gyorsaságon a hangsúly. Megint elfelejtem használni, de azt mondom, belefér. Például ez alapban lehívott kettő legyet. Nem tudom, mik az erősöd, de most már mindegy is. Így megyünk tovább akkor. Necropolis? Nem, már azt hittem, mert nem is vettem fel a zenét így először. Ó, na ez cifra lesz. És akkor most ezek megsebeznek, vagy nem? Nem sebeznek meg. Egyébként is megölték a pókok. Jó. Na, most kéne nagyon nekem az a kondenzátor. Most venném gigantikus hasznát. Jó, hogy ez időre töltődik. Aha, hát akkor ezt én imádni fogom. Akkor az jobb választásod határozottan. Vagy lehet, hogy csak annyira gyorsan töltődik újra, hogy úgy programozták le, hogy úgy kivitelezték ezt a képességet kombinálva a... Mondom mivel mindjárt. Bocs, nem koncentrálok még itt arra, amit mondok. Az a lényeg, hogy amikor programoztak a játékot és figyelembe vették a különböző kombinációkat, akkor úgy kombinálták össze. Hát most elhadartam. Érthető volt. Ezt le kellett programozni a játékot és figyelembe kellett venni programozásnál a speciális lehetőséget, mint a Gyűrű Szövetsége videóban például. És ezek szerint úgy kivitelezték a 9 voltos elemet kombinálva a guppi fejjel, hogy ha a guppi fej nálamon is egy olyan helyiségben vagyok, ahol vannak ellenfelek, akkor időre töltődik, nem pedig szobatisztításra, mert igazából azt csinál a képesség, hogy kevesebb szoba elég lesz ahhoz, hogy charge-odjon a képesség. Tehát, hogy akár egy szobában két egység töltődik újra például a kokáért. De hogyha egy képesség egy szobánként töltődik újra, mint ez, akkor azt már nem lehet jobban fokozni, csak úgy, hogyha időre töltesz. De a játék logikailag időre meg nem lehet tölteni, mert akkor az előnytelenül erős lenne. Ha most én tárnék, mint fasz a lakodalomba és töltődne magától és kapnék több legyet, az aránytalan erőssé tudna tenni. Ehhez kivitelezték úgy, hogy mit látjátok, akkor töltődik a képesség időre, hogyha egy olyan szobában vagyok, ahol van ellenség. Na szóval ilyeneket vettek figyelembe. Ez volt nagyon sok munka, nem csak a fényeffekt. Emiatt persze új ellenfelt keveset adtak bele, és emiatt oroszlán, hogy mondjam, gigantikus
oroszlánokat akartam mondani, de azt máshol mondják, szóval oroszlán részt mondják, szóval. De végül is, ja, oroszlán részt lehetett a munkának az, hogy itt megcsinálják az ilyen esetek figyelembevételét, és ráadásul még új jelenfeleket is hozzáadnak, meg új fegyvereket, mert azt ki is kell balanszolni. És alapból kegyetlen nehéz egy ilyen játékot balanszolni. Ezt már mondtam a sima videóknál is. Ez egy gigantikus teljesítmény Macmillan bár részéről, bár szerintem a programozók végezték a balanszt nagy részét. Hát mert talán Macmillan is, de hát nézze csak a szörnyeket, neki kellett kitalálnia. Ó, és nincs itt... Nem tudok beszélni. Nincs itt grid. Nincs itt a kabzsi. A kártya mit csinál? The Tower. Ezt pazaroltam az Empressre? Hát szépen vagyunk. Jó, nem baj, akkor viszont megyek így tovább. Meg ezt megveszem. Ja, bomba az nem kell. Szóval azt kell mondjam, hogy az ilyen dolgok azok, amik még fenomenálisabbá teszik a Rebirth-öt. Meg a Binding of Isaac-et általában. Gondolom ezért késett annyit a játék, bár én nem lepődtem volna, mert ha csak jövőre jön ki. A novemberben így is elég sok volt, csak mondjuk én voltam a bamba, mert nem érzékeltem, ugye. Főleg, hogy a nyár nekem elég gyorsan eltelt, ugye. Hát mondjuk főleg a Fallout 3 miatt, de a Fallout 3-ot is kiváltotta valami. Ah, na ne, Krampus. És elfelejtem még használni a képességemet. Nem baj. Oké, akkor most a kártyát felhasználom. Úgy. Ez instant kill volt? Ilyen erős a mutti? Muter? Nem, most ízet akartam mondani a mucit, a izéből, a South Parkos Honey Bubu paródiából akartam mondani, hogy mucci. Ó, oh, az egy megrágott lóhere? Az megrágott levél. Vagy pedig a treff. Nem a treff, a kör. A francia kártyában, ami itt talán a spades. Igen. Not leaf, unbreak. Ó, oh, ezt tudom mi! Ez kurva jó! Ez baszadék jó képesség! Azt csinálja, azt mert egyszer bombnak kaptam. Nem Edennel kaptam, hanem izéval kaptam Isaac-kel, vagy valamelyik másik karakterrel, de még valahol a basement környékén. Azt csinálja, hogy ha én megállok, akkor megmerevedek, és halhatatlannál állok. Kövé változok gyakorlatilag. Nézzétek! Igen, azt korábban kellett volna mondani ezt a hangeffektet. Ja, ilyenkor oké, kinyílok. Tehát oké, azt óvatosan kéne. Na de neked is kéne nyílt egy köcsög. Na, köszönöm. Oké. Szóval ez egy elég nehezen használható képesség. Tetszik, hogy van nagyon kreatív, de... Szóval eléggé speciális. Mármint, hogy nagyon speciális, és ettől imádom igazából a játékot. Mondtam, hogy az ilyen specialitásoknak az imádója vagyok nagyon. Ilyen szempontból szerettem például, amikor megkaptam azt a alapból eléggé nehezen használható anti-gravity képességet. Eljut eszembe, elég kíváncsi leszek majd. Hú, de hadarok gyerekek, tényleg, ez katasztrófa. Szóval ezért is leszek majd nagyon kíváncsi, hogy Northern Line, ha megcsinál egy top 10 item videót, top 10 legjobb és legrosszabb item videót a Rebirth-hez is, akkor mik fognak benne szerepelni? Oké. Arcade? Hogy a viharban-e? Igen, ezzel nem sokra megyek mondjuk, ja. Nem sokra megyek így ezzel. Akartam mondani egyébként azt is, hogy kreatív volt nagyon, hogy megoldották, hogy nem lehet végtelen mennyiségű pénzt belenyomni a donation machine-be. Annak egyébként van limitje? Ó, na ne! Nem mondod! Na ehhez kell a hármas luck. Ehhez kell három darab luck. Hogy ezt elérd. Felrabbantak egy nyomvadék koponyát a Death-be. Mondjuk fogjuk fel akadálynak, mert végül is annak számít. Akár felrabbantak egy akadályt és benne lesz egy item. Konkrétan egy szövetséges. Aki adásul mondjuk hasznos is. Hát ahogy vesszük. Mindenképpen jó szolgálatot fog tenni, a szegezzük le. Oké. Okay. Legyek. És... megyek. Júj, ez nagy jó, ez de szar volt! Júj! Jó, Istenem! Ó, már hatatlan lettem, jó. Akkor mucit megszivatjuk.
Egyébként ilyenkor felgyorsítja a zenét, bármilyen zenéről legyen szó, vagy egy általános fölpölt a zenét nyomat. Abból ítélve, hogy a játék mennyi újítást tartalmaz, én szerintem egyébként ilyenkor a pályán lévő zenét hangosítja fel általánosságban. Tuti van rá valamilyen nagyon király lib, ahol megcsinálták. Mert például a lény dolgozók, ugye mondtam Lua nyelven, a Love2D framework-kel, lipsettel, nem tudom melyik illik rá legjobban. Szóval a Love2D-ben ott megvan ezt csinálva, hogy a hanglejátszási sebességét állíthatod. Elképesztő dolgok vannak abban, és balfasztodok, mint a szemét tudom, de hát anya ellen nagyon nehéz, főleg, hogyha egy ilyen champion fajta, a muci is. És most ne haragudjatok tényleg, de most mindenképpen muszáj lesz elmondanom, felidéznem azt a nagyon híres Honeyboo paródiát. Ah, ja igen, már voltam. Amíg 41 percnél tovább lépek a vomba. Atya úristen, ez negatív rekord a sorozatban. 41 perc, 13, 4, 5, 6 másodpercnél vagyok a vonban. Júj. Hát mondjuk, jobb később, mint soha, tudjátok. Ezt ebben is van kinyitni. Csak menj tovább. Igen, az a legkevesebb mondjuk. És ja. Oké. Okay. Na szóval, hogy is volt a Honeyboo paródia? South Parkban. Csuki bubu! Csuki bubu! Mi az? Mit mondasz a zsűridnek, ha kérdeznek a szívedről? Azt fogom mondani, hogy a szívem szaftos, mint a szalonna muci! Oké, ezt külön fel kell tölteni, mert ez nagyon beteg volt. Nem is döbbentem meg eléggé, hogy kaptam egy szuper slotot. Aki ráadásul szintén könnyen megdöblött. Vagy az megint rajtam múlt? Nem, ha megint, nem csak hármas öröm van még mindig. Hierophant, na az viszont rajtam múlt. Vagy nem, az pont a szerencsém múlt, jó? Vagy ahogy mindig mondom, a kvantumállapotok együttállásának kombinációján. Na tényleg ti hiányoztatok a legjobban a Breath of the Lamb-ből. Fúj! Tessék, ennyi volt, három szület így ledaráltak ezek a kis köcsögök. Á! Ne! Jó, tessék, szóval igen. Ja. Azt kell mondjam, a játék még mindig nagyon erősen szerencse alapú. Oh. Na ez viszont tényleg szerencse. Na ez a szerencse, hogy kétszer kapok Hierophant kártyát, abból egyiket pont akkor, amikor ennyire szükségem van rá. Csak az gáz mondjuk, hogy itt nem tudok váltani a kártyák azt, hogy melyik legyen a kézbe. Mondjuk ezt is fel lehet fogni játékmechanikai featureként, de ez inkább csak hiányosság részemről most az esetben. Oké, hát én itt teleport, igen. Ez kellett, mert az nem vezetett sehova. Nem akartam szopni, főleg ezekkel. Fúj. Most miért töltődik a bomba automatikusan a képessége? Mi az Isten? Nem mondom, lehetne gyorsabb is, de nem panaszkodok, mert legalább magától töltődik. Oké, hát az nem éri meg. Nem, bocs. Vagy váltok, próbáljuk meg kirobbantani a ládát. Ja nem, most már nem kell, most már élem én is. Egy kártya. A nap. Hát azt majd következő pályára tartottam részemről. Én. Szerintem. Bocs. Megint ahogyan. Már megint ugye mondom, fluktuál a gyomor működésem. Jaj ne. Hát mondjuk jobb. Jobb, mint az a zsákutca. Annál mindenképpen jobb. Ja. Mondjuk most majdnem belemozdultam. Hát na. De ez is zsákutca, akkor most melyik fog vinni engem a bosshoz? Na. Ja, a másik. Jó, bocs. Csak itt ezen gondolkodtam, hogy ne adj Isten, hogyha ez... Tehát azt hittem, hogy ezek itt összeérnek, és itt lesz valahol a boss. De hát ez zsákutca. Tehát itt sem lehet akkor semmi. Ja, ez vihet erre. Ahol rohadnátok el. Mindegy, nem fogok szopni vele. Nem lehetek ekkora ízé szerencsétlen, hogy most pont ott lesz a boss. Ja. Egyelőre nem látszik semmi nyom, hogy annyira szerencsétlen lennék. És azt kell mondjam, hogy látom, jó ötlet volt a gupi fejre váltani. Még ha nem is használom túl extenzíven. De nem bántam meg egyáltalán.
Ó, oké, ez nehezen volt elkerülhető. Ez mannál inkább jó. És akkor tényleg, akkor azt hívtam, hogy nem, pont nem itt van a boss. Nem, de most mondom, tehát én már végigcsúrítom a fél pályán, akkor nem fogom erre használni a napkártyát. Nem éri meg. Igen, pont arra megy. Jajajajajajajajaj, igen. Ki akartam kérni az egyik világító forzat, és erre megbaszott a másik. Igen. Ja, állnom kellett volna. Az lett volna, hogy megint megállok. Tehát teljesen. Csak akkor meg a büdösségben nem végzek, értitek. Na, mindegy. Na ne, az mi volt? Ja, eltalálta a Dry Baby-t, jó. Two of Hearts. The Sun. Two of Hearts. The Sun. Nem tudom leváltani a másikat, szopjál már ki. Jó, akkor viszem a Sun-t, mert szerintem meg fogom tudni csinálni. Ott pedig értelemszerűen nekiállunk. Szerencsi játékozni, nyeremény játék. Nem. Ja, szerencsi játékozni végül is, igen. Nem játék az más. Hát csak mondjuk onnan kirobbantani megint az cifra lesz. Oké. Azt mondom, hogy szívesen rájátszanék arról, hogy a kőképesség mennyire válik be ez a kövi változás, de nem akarok kockáztatni. Ja, ennyi volt a pénz. Jó, oké. És egy döglött halfej. Á, megyek a bosshoz. The Blow-t. Már ennél viszont működni fog mindenképp. Ja, nem csinálok semmit. Ez el sem fog innen menni, jól gondolom? Nem, hát. És ráadásul champion, nem is akármilyen, ajaj. Legalább máshogyan lő. Ami elkerül a több egy fokkal. Ennyivel. Ja, oké, hát ez cifra lesz így. Ó, oh, igen, tehát más 60 kill, igen. Eléggé kicsesztem magammal. És nem lehet, hogy egy vonalba állni. De a szemekre is vigyázni kell. Júj! Jó, igen, gondoltam. Aha, akkor hát itt fogom elcseszni végleg. Ó, oh, nem mondod. Jó, nézzétek, nem baj, nem baj, nem baj. Ilyen baj, pont a kurvára nagy baj. Várjunk körbe, várjunk körbe, oké. Várjunk körbe, várjunk körbe. Ezt, igen, tehát itt csak a legyek kellett megcsinálni normálisan. Ó, és meghalt a izé, láttátok? Jó, oké, most. Ah. A légy elkapja úgyis. Ja, elkapta. Hát ez lassú lesz így, mint a tetű, de... Á, nem, tehát elég volt. Elég volt a szívásból. Oké, leugolj már fel, légy szíves! Nem, beszorított gyönyörűen, beszorított. Ezt érzhetem, mint egész nap. Á, tessék, ezért nem mozdítjatok meg. Te simán csak várnék. Nem, most nem charge-olódik. Jó, akkor harcolunk, nem érdekel! Harcolunk! Kész, das ist mein Kampf! És most állunk meg. Ja, a trutty múlja véget. Az mi? Ja, sebzik a legyeim! Ó, oh, tökéletes! Na, végre valami azt hát is veszem ennek a kőképességnek. Halljátok, a büdös érben nem gondoltam volna, hogy amikor először fogom ennek a képességnek hasznát venni, az videóban lesz. Komolyan nem feltételeztem. Hogy az, hogy pont édennel. Ha valaki azt mondja nekem két hete, amikor megszereztem a Rebirth-et, vagy megjelent a Rebirth, valaki akkor mondja nekem, hát nem, akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, de ha valaki elmondja nekem, két hete, amikor elkezdtem egyszerűen a Rebirth-el, hogy ennek a szarnak pontosan édennel fogom hasznát venni, és ott, hogy konkrétan pont édennel fogja megmenteni az életemet, akkor kiröhögöm a francba.
Mondjuk itt igazából a Pretty Fly meg a köré változásnak a kombinációja a nagy. Ja, tehát az életmentő isten igazából. Akkor most várunk, amíg a trutymó elmúlik. Oké, most mehetünk. És pont egy HP-á, nagyszerű. És még négy életem van. A The Nail, arra nem fogjuk elhasználni. És mitől lövök ilyen gyorsan? Mi a franc? Mi történt? Kaptam random képességeket? Vagy most mi történt? Elbambultam? Egy stem cell-t kaptam. Azt mikor vettem föl? Á, most... Á, jó, mindegy. Lényeg az, hogy eljutottam végső soron, végre valahára a BOM2-be. Édennel. Nem hát ki még így is érdekes kérdés, de... Csak egyet tudok mondani. Egy. Jó, bocs, ez Besenyő Pista bácsi is volt. Temporance, na az pont nem kell. De azért használom, mert legalább fel lehet robbantani. Mondjuk ennek pont tudtam volna azt venni, hogy felgyűjtök egy pár szívet, de hát ki tudja. Jajajaj. Igen, na ezt megúszni sérülés nélkül lett volna a cifra. Itt megállhattam volna a francba, hogy tényleg segített volna. Hát szerintem elvesztett még egy pár életet, mire rájövök, hogy az kell voltaképp. Meg a napkártya. Nem, azt nem itt, az ellenfél ellen kell bevetni. Ellenük. Perfect. Bible Tract. Az most kelleni fog szerintem a Faith Up, még így is. Two of Clubs, az is kell. Oké, és már csak a The Tower maradt. Nem lássuk, ki kivár rám. Csak ne szapatás. Az ütött volna, hogyha most így megszapatnak meg itt valami ellenféllen. Jó, hülye vagyok, a napkártya az nem is tárja fel, hol van a boss. Bár te... Tudtam volna tenni... Nagyon alapos... Mi az? Következtetéseket. Nem tudtam volna, nem tudok konkrétan tenni alapos következtetéseket arról, hogy akkor hol lesz. Á, most én itt kövi állok, akkor tudom megint így elég szépen felhamozni. Ja, most már nem. Mindegy. Akartam itt így farmolni a legyeket. Jaj, ne! Ez megint milyen elbaszott kombináció már. Ó, azt hogy úsztam ott meg. Vagy ezt hogy úsztam meg, mindegy. A legyeken múlott főleg. Ja. Ezek most nagyon sokat segítenek, tehát, hogy igen. Elég masszívan légtestvérré változtam. És most akkor megmerevedek mindenképp. Vagy nem muszáj. Ez még megcsinálható könnyen. Igen. Oké. Ja, kírja a baszt, hülye vagyok. Ott van, kijelzi a baszt. Egyeket az a gyanúm, hogy a mutár kézzelen nem fog semmit élni. De hogyan, honnan van három keze? És akkor higgyem el, hogy nem egy szörnynek a méhében vagyok most. De Chariot, én azt tudom, mit csinál, azzal leszek alatatlan. Bár ki tudja, hogyha van egy kövem, akkor minek. Várj. Ja, igen, oké. Na most, köszönöm. Drive-ibit hogy nem sebezít meg egyébként? Oké, nem engedek a kísértésnek, nem engedek, várunk. Hát csak úristen, 54 perc a videó is, még hol vagyok. Azt hiszem, végül is elmondhatjuk, hogy egy gólem vagyok, mert egy őrszobor. Gyakorlatilag, mivel legyek a szövetséges, én felfoghatjuk úgy is, hogy egy létársadalomnak vagyok az őrzője. Egy őrszobor. Egy gólem. A légy nép góleme. Csak valami normálisabb megfogalmazás kéne, és akkor meg is van a videó címe. Azaz Form Protector pedig nem is ér semmit. Most nem csinál semmit. Oké, megvan. Aja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 j. Ja, oké. Necces volt, de... Ó, na végre. Csinálsz is valamit? Ideje volt. Oké, gyűjtsünk be egy szívet, ha van még valahol talán. Ott van egy a távolba, a messzi távolba.
Jó, azt kell, hogy mondjam, hogy annyira nem szabad most a játék... majdnem belementem abba a tüskébe. Nem szabad most a játék olyan kimondottan, de meg kell hagyni, megszenvedek most a győzelemért. Aztán lehet, hogy megint elcsesződik, mint mindig, de mondom, olyan messzi elvittem, hogy nem fogom megbánni. Az a jó kérdés, hogy beállok majd a Mamhart alá, akkor meg lehet-e csinálni, szoborra változva. Arra nagyon kíváncsi vagyok. Elvileg legyek úgy is sebzik majd a mucit. Az nem tudom az, hogy történt. Mitől aktiválódott? Nem is találta el senki és semmi a havert most, mert ha most eltalálta volna, akkor belesérülök én is. Oké, most ezt mindenképp. Ja nem, nem jó, csak a robbantás, hogy tovább menjek. Sérülés nélkül. Tehát az most elég lehetetlen lett volna ezt megcsinálni sérülés. Ja, random aktiválódik, jó tudni. Szóval sérülés nélkül ezt megcsinálni nem lehetett volna nagyon. Oké, akkor most beállunk a muci alá és nem érdekel. Ennyi. Ja, leselereszkedik, jól gondolom? De leereszkedik. Csak a Swarm Protector végett. Most szívok. Nem, meg eléri az is. Ja, elérte. Most még nem éri el meg itt, mi a fasz van, ember. Jó, várunk, azt mondom. Ezt ki kell próbálnom pedig, nem létezik, hogy ne próbáljam ki. Na most már is szansos, hogy végem is lesz, mint a botnak, hogyha megmozdulok. Ja. És hogy én most távol tartom a kezemet teljesen, nem csinálok én a kezemben most semmit. Ezt vedd el, töltök piát, de ennyi. Na, valami. Semmit nem látok, ami hatna, működne. Oké, itt most halci, hogy hangosan itt fortyogott ki a pia, de ennyi. Félek, meg kell moccannom feltétlenül. Ezek főleg, nem is sebződnek ezek. Akkor meg fog halni, jól gondolom? Amint megmoccanok, azonnal meghalok. Meg hát. De muszáj volt amit csinálni, ez így ment volna örökre. Ja, rohannak, mint a mérgezett tegél, ennyit tudok most tenni egyszerűen. Ja, csak abban, hogy le fog dögleni. Tehát igen, tehát ezt mondom, hogy ezzel a szarral elég nehéz úgy mozogni. Na mindegy, beállunk muci alá most mindenképp. Ah, nem jó! Egy életem marad, és kettő, de ez technikailag egynek minősül. Nem állhatok be egyszerűen, mert ezek a szemek elkapnak a büdös busz francba. Kitartanom kell most nagyon sokáig. Oké, ez jól jött. Jaj. Oké, még egyszer megsérült. Csak ne hívjál le semmit, légy szíves. Pont ezek kellettek, ugye? Ezeket volt muszáj lehívni, ugye? Igen, és pont eltalálta a pofámat. Egy életem van még, amikor végre haladtam is valami érdemit. Oké. Igen, itt az a baj, hogy a mutálkönyök, mert nem nagyon tudok mozogni. Oké, most beállunk. Ja, nem most váltott megint. Oké. Na most valahogy be kell állnom, nem érdekel. Kész. Nem fogom elveszteni Édennel még egyszer. Nem! Ott valami pedig megtámad. Ja, nem, az csak a izé volt. Hiába sérül a izé, pedig látjátok. Na végre, ott már sebzi is. Ja, csak ő elteleportál. Oké. Nézzetek, ezt még így elcseszhetem, tehát hogy... Értitek. Ez tetszik, hogyha meghalasz, hogy akkor elteleportál a francba. Nem, az nem. Majd fog. Ott van, elteleportált. Ez itt túl lassú folyamat lenne én szerintem, ja. Nem. Na, végre. Aktivált is magát a kis rohadék.
Oké, ez lesz minden idők leghosszabb Bumhard kill-je, az biztos. De nem ezen a ponton fogom feladni. De nem is sebez semmit. Akkor de. De ott megsebezte! Az a mutárlövés volt egyébként. Háj, csezsnyeg utár! Ott van, na végre! Jaj, de meg ma... Ó, bazd meg, a trutymúgya is sebzett. Hú. Jó, nézzétek! Mumhard meg volt. És egy nem akármilyen meccs. Mondom, még egyszer nem bántam meg. Csak totál kiment a fejemből most ebben a szemminutumban, hogy azoknak a trutymúgya is sebez. Amikor összeolvadnak az almasszává. Hát most nem mozottam volna meg, akkor talán elviszem valameddig, de egyébként... Ennyi szívvel esélytelen, könyörgöm. Na mindegy, ez van. Akkor sem fogom annyiban hagyni. Mert ez most jó volt. Ez most jó volt. És gyakorlatilag, ha jól látom, akkor összehoztuk a leghosszabb részét az epizódnak. Na ez értelmes volt, Stoner Stanley Style. Szóval gyakorlatilag összehoztuk a sorozat leghosszabb epizódját. Több mint egy óra. Jó kérdés, hogy mennyit éltem vele, de... Fogjuk fel a tanuló pénznek. És ezzel búcsúznék mára. Köszöntöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor lehet lájkolni, kommentálni. Még több videóért érdemes feliratkozni a csatornámra. Facebookon van a Katamori Entertainment Facebook csoport. Nem, már megint Stoner Stanley vagyok. Katamori Entertainment Facebook oldal van, és Katamori Kör Facebook csoport van. Lehet azért követni Twitteren is, fenn vagyok Steamen is. Ott fogom majd tudni a Rebirth-et, ha végre tudok Steamelni. És van Thunderblog, ami akkor frissul, amikor legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!